Szeretettel köszöntöm a Régió Televízió kedves nézőit. A mai napon közvetítést láthatnak a Teva Gödöllői Röplabda Klub és a horvát Zog Split csapatai között. A mérkőzés elején egy friss játékost, Hegedűs Annát köszönt a Gödöllői Röplabda Klub elnöksége részéről Körösvői László. Annát a Budai 11 csapatától igazolta együttesünk a múlt hét folyamán. Most pedig a két csapat egy csata kiáltással köszönti egymást. Nagy várakozással készült az egyesület a mérkőzésre, hiszen mindkét csapat nyeretlenül áll a közép-európai bajnokságban, de a gödöllői csapat mutatói, statisztikái sokkal jobbak, és már játszmát, sőt pontot is szereztünk, így abszolút a gödöllői csapat, a hazai csapat az esélyese ennek a mérkőzésnek. A játékosok előtt a játékvezetőket mutatjuk be önöknek. A mérkőzés első játékvezetője Vaskó Pavel lesz. A mérkőzés játékvezetője Pavel Vaskó Kovétia. Szlovákiából, valamint Juraj Mokri szintén Szlovákiából. Reméljük, hogy jól fogják vezetni a mérkőzést. A játék hamarosan kezdődik. Kíváncsian várom, hogy melyik csapat nyerte el a nyitás jogát, hiszen azt a csapatot mutatjuk be először a vendégek. Na nézzük a kezdő csapatukat. Hetessel Jármocs. Nyolcassal Barbara Maretic. Tízessel Stella Vukasovic. Tizenegyessel Katarina Glavinic. 12-essel Ivana Rusic, 14-essel a csapatkapitány Daniela Andelic. A liberójuk Anate Zekanovic, az edzőjük pedig Jelic Ivica. És nézzük a hazai csapat összeállítását. 1-essel Krigeléva a csapat irányítója, 4-essel Molnár Németh Zsuzsanna, 8-assal Merkowski Tünde, 11-essel Szakmári Gréta érkezik, 13-assal a csapatkapitányunk Széles Petra, és 14-essel a másik szélsőütő Csengeri Petra, a csapat liberója, a szokásoknak megfelelően Lékó Lilla 15-össel. A csapat vezetőedzője Ludvig Zsolt, másodedző Szalai Attila. A csapat gyúrója, ifjabb Árpás Géza. A csarnokban úgy gondolom ezúttal egy kicsit többen vagyunk, bár az utolsó percekben sokan érkeznek ide a helyszínre, és a közvetítő állás a fő nézőtér fölött van, így nem látom, hogy hányan vannak ezen az oldalon. Na nézzük, a vendégek kezdik tehát a mérkőzést. Csengeri Merkowski és Németh Zsuzsi az első sorban. Rájuk várhat az, hogy az első pont bekerüljön a nevük mellé. És rossz a vendégek első szervája. Így 1-0-ra vezet a gödöllői csapat. Németh Zsuzsi mehet szerválni. A szervája, küzdködik vele a hátsó soros horvát feladó, Csengeri kap labdát, és a blokkunk ezúttal nem működik jól, kiegyenlítenek a vendégek. El kell, hogy mondjam, hogy a vendég horvát csapat átlag életkora roppant alacsony, és rettentő fiatal játékosok is vannak itt a keretben. Majd a mérkőzés folyamán róluk is beszélek személy szerint, de nézzük most, hogy hogyan sikerül visszatámadni. Hátulról Németh Zsuzsi érkezik, megszelidítik a labdáját, ismét a horvátok támadhatnak.
Csengeri készít elő Szakmárinak, kiütik, nem ért hozzá a horvát blokk, 2-1-re vezetnek a vendégek. Tizenkettessel érkezik a nyitó sarokba Rusicsics. Szerváját német fogja, alkarral készít elő Krigelévi, ezúttal Gréti nem hibázik. 2-2. Merkoszki a nyitó zónában. Széles és Csengeri helyett, bocsánat, Széles és Szakmári zártak össze, nem is a vonalon támadtak a horvátok, hanem élesen keresztbe, sikeresen 3-2-re vezet a vendégcsapat. Egyelőre nyugodtan lassan kezdődik ez a mérkőzés, mindkét csapat próbálja megismerni a másikat. Csengeri, bocsánat, Széles jár túl a horvátok eszén, és Csengeri megy a nyitósarokban. Na reméljük, Petra elkap egy jó szériát, és 2-3 nyitással jelentkezik be itt a játszma elején. Rosszul gondoltam a háló állta útját a labdának. 4-3 ezzel a vendégeknek. Kicsit álmos a hangulat, mondhatnám, olyan őszi szüneti. Az most jó, viszont egyes blokk nem akadály. Nagyon szépen támadta be ezt Gréti. De óriási érdeme van ebben a támadásban Krieger Lévinek, az előkészítőnek, aki nagyon szépen, tempósan tette ki a labdát a szélére. Grétivel szemben így csak egy horvát lány tudott blokkolni. A szervája jó, nem is tudják megfogni. 5-4. De most már nekünk. Ismét Szakmári a nyitósarokban. Az első jó blokkunk, de még pontot nem ér, és aztán egy kicsit ütemtelen visszatámadás után kiegyenlítenek a splittiek. Tízessel egy 97-es születésű játékos a nyitósarokban. Mindösszesen 15 esztendős volt idén nyáron. Vukasovics, de szépen mezőnyözik. A plafon ezúttal velünk van. Nem sikerült. A szintén roppant fiatal, 96-os születésű, tehát 16 esztendős Zekanovicsnak megfogni ezt a labdát. Úgyhogy a pályán egy 15 éves, egy 16 éves eddig, akiket már bemutattam önöknek. A hálóról megpattanó labdát nem tudja fogni a vendéglibero. Újabb Szakmári pont. 7-5-re vezetünk. És közeleg az első technikai idő, amikor lehet egyet szusszanni 8-nál. Széles szervája ezúttal hosszú. 7-6-ra módosul az állás. Tizenegyessel egy újabb 97-es játékos, Glavinic a nyitósarokban a horvátoknál. Merkoszki szép ütése után 8-6-os állásnál mehetnek az első technikai pihenőre a csapatok. Szóval kaptam egy adatlapot a vendégekről, és a születési éveiket tekintve a kezdő csapat, akik a pályán vannak, 97-esből van. 1-2-3, 8-assal, nézzük, hogy a pályán van-e egy 98-as születésű játékos,
Tehát, hogyha a magyar korosztályokat, illetve a nemzetközi korosztályt is nézem, serdülő, illetve gyermek korosztályú játékosok alkotják a splitti gárdát. A gödöllőiekről ugyanez nem mondható el, de mi se vagyunk egy idős csapat, hiszen a legfiatalabb játékos jelenleg a pályán a 92-es születésű Lékó Lilla. Szakmári 91-es, Csengeli 90-es. Szépen jön ezúttal Lilla, jó figyelte meg. Jól mezőnyözik, Krigelévi remekül biztosította Csengeli ütését. Megpróbálkozik egy váratlan húzással a horvát feladó. A hálóban a vendégblokk. Ez azt jelenti, hogy 9-6-ra módosul az állás. Ez már 3 pont. Visszatámadás hátulról, meglehetősen gyenge, nem úgy, mint Merkóz kiütése. Ami out volt, hát úgy gondolom, hogy ez egy téves ítélet, de fogadjuk el. 9-7-re módosul az állás. Hogyha labdából támadhatnak vissza a horvátok, sikerül is nekik. De a blokkon megpattanó labdát hátul könnyedén tudtuk fogni. Hozzáér a labda a mennyezethez. 10-7-re vezet a gödöllő. Ez az, lányok. És úgy gondolom, hogy abszolút nem maximális fordulatszámon játszunk. De azért természetesen fel kell pörögni, hiszen egy ellenfelet amennyire csak lehet, annyira kell megverni. Nem szabad félvárról venni a mérkőzést. Csengeri nem teszi ezt, és egy 25 centis autót üt. Ezzel 10-8-ra zárkóznak a horvátok. A szerva nem sikerül. 11-8. Érkezik vissza Széles Petra elsősorba. Ez azt jelenti, hogy Merkóz kinyit. Az előző mérkőzésen az egyik legjobban nyitó gödöllői volt. Azok emlékezhetnek rá, akik esetleg végignézték a közvetítésünket. Úgy ítéli meg a mérkőzés játékvezetője, hogy Miguel Évi keze nem volt a labda alatt, így az hozzáért a parkettához. Egy kicsit lóbálta, csóválta Évi a fejét, de aztán elfogadta a döntést, és már a következő támadás szervezés jár az eszében. Németh Zsuzsi fogja, ezúttal Széles Petra készít elő Csengerine, ők Szakmárinak. A horvátoknál pedig egy gyermekhiba. 4-5 ember nézte a labdát, amint az leesett középen, várták a csodát, a csoda nem jött, jön viszont Csengeri. Reméljük ezúttal jobban, mint az előző körben, amikor is hibázott nyitásban. Most nem hibázik. Ablok mellett, között elmegy Németh Zsuzsi. Jó helyen állt. Ablok mögé ütötte a horvát játékos a labdát, és érkezik Andelic a nyitó sarokba. Ő a maga 24 évével idősnek számít, rangidősnek szinte a csapatában. Végignézve az életkorokat, jól mondtam, a legidősebb játékosuk Andelic, aki idén töltötte be 24. életévét a mi csapatunkban. Széles és Németh Zsuzsi volt idén 24. Szépen visszahozzák egyelőre a horvátok. Németh Zsuzsi kap jó labdát, és kipattintja a blokkról. A
mérkőzés folyamán először kér időt a vendégek edzője, Ivica Jelic, egy picit megpróbálja ferrázni a csapatát, akik egyébként Romániából érkeztek ide, ahol CEV kupa mérkőzést játszottak, és 15 órát utaztak, hogy megérkezzenek Gödöllőre tegnap este. Így nem lehetnek kipihentek, de egyelőre ezt most mi nem bánjuk. 14-10 a mérkőzésen az eddigi legnagyobb különbség, vezet a Gödöllő. Szakmári Gréti folytathatja. Hátulról támadnak vissza, és jó a blokk. Megvan az első blokkpontunk. Ez a 15. összességében. És a horvátok cserélnek. Hármassal érkezik Dóra Pejkovics. Dóra Pejkovics, aki 96-os születésű játékos. Ha Magyarországon játszana, akkor még a serdülő bajnokságban is tudna mérkőzéseket játszani. De vélhetően a horvátoknál is hasonló korosztályok szerint bonyolítják az utánpótlás versenyeket. Stelea Vukasovics a sarokban. Széles, szépen megtartja. Német Zsuzsi egy okos pörgetéssel, nem jár túl a horvátok eszén. Évi teszi ki. És most ismét Német Zsuzsi, aki szélesre üti. Háromszor volt a kezünkben a labda, és nem tudtuk pontra váltani egyik akciót sem. Nem szabad ezt. Be kell fejezni az akciókat. Léko nyitásfogadása rossz. Kettő pontra zárkóznak a vendégek. 15-13. Jó lenne egy megnyugtató pont, aztán jöhetne egy egyperces technikai szünet, mert a horvátok elkapják a fonalat, és még a végén beelőznek. Léko javít ezúttal. Az előkészítés nem volt megfelelő magasságú, széles, kiütötte a labdát. És közben Ludwig Zsolt közelíti meg a jelző berendezést, de nem kér időt egyenlőre. Német beüti. 16-14, következhet ismét egy perc szünet. Kettő pont, de volt négy is. Jó néhány perccel ezelőtt a horvátok egy picit magukhoz tértek. Reméljük, hogy a játszma hátra lévő részében egy picit megrázza magát a gödöllői csapat, és elindul fölfelé. Hiszen nagyon jó lenne hazai pályán egy győzelemmel zárni ezt a mai napot, és megkezdeni a győzelmek sorozatát. Legyünk bizakodóak. Egy nagyon erős bajnokság ez a Közép-Európai Liga. Jóval erősebb, mint a magyar pontvadászat. És éppen ezért vállalta a gödöllői csapat a szereplést, hogy tapasztalatokat gyűjtsön. És ezt tudja majd kamatoztatni a bajnokság hajrájában, itt Magyarországon. Úgy gondolom, ez egy jó döntés, hogy a Gödöllői Röplabda klub vezetése benevezte a csapatot a Közép-Európa Ligába. Széles, jó a nyitása, átjön a labda a mi oldalunkra. Csengeri támad vissza hátulról, az is nálunk van, Merkowski bevágja. Ellentmondás nem tűrően. 18-14, és
időt kér a horvát edző. A második ideje a mérkőzésen, többször már nem használhatja ezt a fegyvert. Szükség van a saját pontokra, úgy hallottam, mintha Ludwig Zsolt ezt mondta volna a játékosainak, úgy olvastam le a szájáról. Ez azt jelenti, hogy nekünk kell befejezni a labdameneteket, nekünk kell pontra váltani az akciókat, és nem szabad várni az ellenfél hibáira. Ki kell erőszakolni azt, ilyen jó nyitásokkal! 19-14. És egy újabb cserejátékos érkezik a horvátoknál, egyessel a szintén 97-es születésű Klarić. Széles, fölment, keményen ráütött, ezúttal a hálóba kötött ki a labdája. Jöhetnek a horvátok, próbálkozhatnak a javítással. Zsuzsi a zilált blokk között elüti keresztbe, hiába pattant föl a horvát játékos lábáról, a társai nem számítottak erre. Megvan a 20. dödöllői pont. Krigelévi szervája viszont rossz. Sokat rontunk. Nagyon kíváncsi vagyok a statisztikára, amit ezen a mérkőzésen is megkapok majd játszmáról játszmára. És érkezik egy csere gödöllői oldalon, Luther Liza lép pályára, Kriege Lévi helyett, 7-es számmal. Így fiatalodtunk, a 92-es Luther Liza érkezett. Merkoszkinak teszi oda, aki egy ejtés után örülhet a gödöllői pontnak a társaival együtt. 21-16. Németh Zsuzsi. Megzavarta a röviden lecsapódó szerve a horvátokat. Megvan a 22. pontunk is. 3 pontra vagyunk az első játszma győzelemtől a mai napon. Németh Zsuzsi távolról ismét. Ez az ő specialitása. Nem ér hozzá a mennyezethez a labda. Egy jó labda. Csengeri kihúzódott a blokk után, nem kapta a labdát. Nagyon szépen átpörgetjük viszont. Szakmári Gréti mezőnyözött jól. Visszacserélnek a horvátok. Ezzel is próbálja húzni az időt a horvát edző. Egy kicsit kizökkenteni Németh Zsuzsit a ritmusából, de nem sikerül. Szegélyhez ér a labda. Ezzel játszmalabdához jut a gödöllői csapat. 18 perc játék után 24-16-os vezetésnél Németh Zsuzsi szerválhat az első gödöllői játszmalabdánál. De szépen támadnak vissza a horvátok, így várat magára még a rész siker. 24-17. A horvátok hibájával ér véget az első játszma, de mit se von le ez a lányok érdemeiből. 25-17-re megnyerjük az első játszmát, így 1-0 a gödöllői csapat javára. Biztató kezdés, reméljük hasonló lesz a folytatás. A gödöllői csapat a kezdő összeállításában folytatja a mérkőzést. A horvátoknál sincsen változás a kezdő csapatban, és Kriege Lévi remek szervájával 1-0-ra vezetünk a második játszma elején.
Striegel másodszor. Jó a kettős blokk, mögötte viszont nincsen senki, Németh Zsuzsi maradt le, és Lékó Lilla is távolról szemlélte az eseményeket. Szakmári Gréti próbálkozott. Közben egy pillantást vetek a statisztikánkra. Az egy hosszú szerva. Micsoda feladás volt ez Németh Zsuzsitól. Az viszont érintéshiba. Így 3-1-re módosul az állás, vezet a Gödöllő. Közben sikerült beindítanom az internetet itt a közvetítő fülkében. Így tudok majd néhány statisztikai adattal szolgálni, hiszen a közép-európai liga mérkőzésein kötelezően egy statisztikus dolgozik, és nyomon követi minden egyes játékos tulajdonképpen minden érintését, így ezt a horvát ütést is minden bizonnyal, és ez alapján a bajnokságban egy rangsort állítanak föl, különböző kategóriákban hasonlíthatják össze magukat a játékosok, és ebből szemezgetnék önöknek mérkőzés folyamán. Csengeri! Miért keverem én mindig Csengerit és Szakmárit? Talán a hasonló hangzású nevük miatt. Tulajdonképpen blokk nélkül ütötte ezt a labdát, ami nagymértékben Kriegel évi érdeme, nagyon szépen készített elő, és Csengeri ajtó-ablak helyzetben nem hibázott. Merkowski ismét. A horvátok pedig hibáznak, nagyon sokat vállal magára a csapatkapitány Andelic, Daniela, de az első játszmában 13 akcióból csupán 3 pontot ütött, ez 23%-os hatékonyság, és ezen most nem javított, nem úgy széles Petra az ő blokkátlagán. Időt kér már is a mérkőzés elején 6-2-es gödöllői vezetésnél a vendégcsapat. Szóval a tabella a mérkőzés előtt úgy nézett ki, hogy a 9 csapatos mezőnyben a Teva Gödöllői Röplabda Klub a 8. helyen áll, egy megszerzett ponttal, ez épp a legutóbbi közvetítésünk alapján alkalmával sikerült, hiszen 3-2-re szenvedtünk vereséget az egyébként 6. helyen álló Riekától, és a 3-2-es vereség esetén a vesztes csapat 1, míg a győztes csapat 2 pontot kap. Minden más esetben, tehát a 3-0-nál és 3-1-nél a győztes 3 pontot, míg a vesztes egyetlen pontot sem kap. Így fordulhat elő, hogy a Zoksplit csapata 0 ponttal áll a tabella végén, annak ellenére, hogy Andelic ilyen ütésekkel szokta megkínálni az aktuális ellenfeleit. Szóval még játszmát sem nyertek, viszont 12-t buktak, a gödöllői csapat 3 játszmát már nyert a mérkőzés előtt, és a 4. is megvan, és remélhetőleg 3 pontot begyűjtve megszerzi az első győzelmét, ami azt jelenti, hogy pontban beérnénk a Bratislava csapatát, a Doprastav Bratislava csapatát, ugyanis 2 pozsonyi együttes is elindult a Közép-Európa Ligában. Ezzel a labdával sem birkóztak meg a horvát játékosok, így következhet a technikai idő 8-3-as gödöllői vezetésnél. Szépen dolgoznak most a lányok, és pontosan azt teszik, amire készültek. Saját pontokat gyártva kerülnek közelebb a következő játszma sikerhez. És útban vannak az első hazai és az első idei bajnoki győzelmük felé, de ne kiabáljuk el természetesen, ezt nem szeretnénk.
Jövő héten szombaton egyébként Linzbe látogat a gödöllői társaság. De közben nézzük, hogy Csengerit, vagy bocsánat, Szakmárit. Hát ez valószínűleg így marad most már az idők végezetéig, hogy Csengerit és Szakmárit keverni fogom, de önök már megtanulhatták, hogy Csengeri a feketehajú játékos, Szakmári pedig a szőkehajú, az egyetlen szőke a csapatban. Így könnyű lenne megjegyezni. Hú, de csúnya hibát követett el. Andelics maga sem érti, hogy hogyan fordulhatott ez elő. 10-3 ezzel. Szóval Linzbe látogatunk a jövő héten. A Linz az 5. helyen áll a bajnokságban. Egyelőre 2 győzelme és 2 veresége van az idei pontvadászatban. Ez mindenképp biztató lehet. És egy jó mérkőzésre lehet kilátás az ausztriai Linzben. Remélhetőleg ott is pontot, netán pontokat tud szerezni majd a gödöllői társaság. Szépen mezőnyözik Lilla, visszahozzuk, pedig nagyon úgy tűnt, hogy elúszik ez a pont, és aztán egy roppant könnyű megoldást választ Csengeri, mégis elrontja, egy alkarral áttett labda csúszott túl az alapvonalon. Ezzel az 5. pontot ajándékoztuk a horvátoknak. Csengeri ismét alkarral, ezúttal jól. Krieger fogja meg és kapja vissza, aztán egy ütéssel próbálkozhat, és megszerzi ő is az első pontját támadásból. Szép volt, Évi. Két idegenbeli mérkőzés következik egyébként most a bajnokságban. Előbb Linzbe, majd Pozsonyba látogatunk. November 17-én lesz a pozsonyi találkozó. Megtartja Évi, talán egy picit Petra is meglepődött ezen. Németh Zsuzsi jöhet, és megtalálja a rést valahogy a pajzson. 12-5 ezzel a mérkőzés állása. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon könnyedén léptünk el 7 ponttal. Jó a nyitás, hátulról jön ismét Andelics. Németh Zsuzsi kiszorított helyzetben csak keresztbe tudta ütni. Jó a kettős blokk, Lilla is leér a labdáé, az viszont úgy gondolom, hogy egy szabálytalan érintés volt. Hál' Istennek nem én vagyok a mérkőzés játékvezetője, mert akkor ez a pont nem a miénk lenne. A horvát edző viszont kikéri a második idejét 13-5-ös gödöllői vezetésnél. Tehát 2 idegenbeli találkozó után legközelebb november 24-én játszik hazai mérkőzést a gödöllői röplabda klub csapata, mégpedig a Slavia Bratislava ellenében. Hát az nem tartozik a könnyű mérkőzések sorába, amiből nincs is nagyon ebben a bajnokságban. Talán ez a mai egy picit könnyebb, mint az eddigiek. De a Linz az 5., a Doprastav Bratislava a 7., akiknek az otthonába megyünk 2 hét múlva. Németh Zsuzsi ellentmondás nem tűrően vágja be a labdáit és gyűjti a pontjait. Az első játszmában 10 ütésből 5 pontra váltott, ez 50%-os mutató, ami azért nem tartozik a legjobbak közé. Merkoszki viszont 75%-kal támadott az első játszmában, igaz, ezzel csak 3 pontot szerzett, de ezt 4 kísérletből érte el. Ez a pont is a gödöllőjeké. 15-10, 10 pontos különbség a két csapat között. Thank you.
jobbkarral teszik át, ez könnyű. Vége lévit nem lehetett visszanyomni. Ismét egy könnyű labda. El kell indítani a saját támadásunkat. Szűk a labda egy picit, de Széles Petra megoldja. És jöhet Németh Zsuzsi, aki ismét pontra váltja a maga kis labdáját. 16-5 a második technikai idő. 11 pontos különbség. Abszolút megnyugtató. Hát a horvátok tulajdonképpen nem tudtak komoly erőfeszítést kifejteni eddig, és nem tudták nagyobb küzdelemre késztetni a gödöllőieket. Az első játszma közepénél volt egy sorozatuk, amikor 4 pontos hátrányból megközelítettek minket 2-re, már ha ezt sorozatnak lehet nevezni, de utána és előtte sem volt meggyőző a játékuk. A második játszmában pedig közelítenek afelé, hogy több mint 10 pontos vereséget szenvedjenek, amire már egyébként volt példa, volt 25-5-ös játszmájuk is már idén ebben a bajnokságban. Jól támadunk vissza, és hát talán az első valamire való horvát blokk, ezúttal Csengerit állítják meg. Egyébként Andelic, aki a vendégek csapatkapitánya 14-essel látható, az összesített statisztikában Csengeri hibázik, szóval a negyedik helyen áll, ami a legjobb pontszerzők versenyét illeti. 53 pontot ütött 4 mérkőzés alatt. Ami tekintélyes. Németh Zsuzsi ismét a legjobb gödöllői pontszerző, 49 ponttal. Szakmári Gréta ebben a táblázatban a 7. helyen áll. Őt követi a 10. helyen Csengeri Petra a maga 45 pontjával, és Németh Zsuzsi a 12. 41-el. Tehát az első 12-ben 3 gödöllői játékos is ott van a legjobb pontszerzők között. Horváth szerva, Németh Zsuzsi fogja, egy picit elpattal, Luther Lizának nincs esélye, aki időközben Kriege Lévit váltotta a pályán. ...17-9, 10 ponton belül a horvátok. Lékó Lilla fogja, Liza készít elő Merkoszki Tündinek, nagyon szépen csinálták ők ketten. És bátran nyúl a cseréihez, és ad lehetőséget több játékosnak. Ludwig Zsolt, Kriege Zsófia érkezik Csengeri Petra helyén. Leesik ez a szerv, a Luther Liza egy ásszal jelentkezik be. Jelzi, hogy ő is itt van, vele is számolni kell. Na most már 2 szőkehajú játékos a pályán, de valószínűleg Luther és Szakmárit nem fogom keverni. Aztán Liza nyit még egy ászt. Valahogy így kellene ezt csinálni. Minden edző álma ez, hogy a játékosa odaáll a nyitózónába, majd nyit egy ászt, utána még egyet, majd még egyet. De ne legyünk telhetetlenek. Nézzük, hogy hogyan csinálja Liza. Ez harmadszor. Ezt már megfogják a horvátok. Vissza is támadnának! De Németh Zsuzsi remekül tartja meg Merkoszkival egyetemben. Így Liza negyedszer mehet már szerválni, és hozhatja játékba a labdát. Ajaj, ajaj,
ez hozzáért bizony. Tündi hibázott. Az előbb egyébként ő blokkolt. Németh Zsuzsi van, és Merkowski Tündi a 11. helyen áll a legjobban blokkolók kategóriájában. Holt versenyben tulajdonképpen Széles Petrával, mind a kettőjüknek 7-7 pontjuk van, ami a direkt blokkot illeti, tehát amit blokkal szereztek. 15-tel vezeti ezt a kategóriát a maribori játékos. Most viszont nézzük Németh Zsuzsi szerváját. Nem is olyan rossz, tulajdonképpen ász. Németh Zsuzsi másodszor, 23-10 a mérkőzés állása. Nem tudják kihalászni a hálóból. Ismét Németh Zsuzsi jöhet, és 24-10-es vezetésnél a játszmáért szerválhatunk. A legjobb szerválók között egyébként Csengeri Petra a harmadik helyen áll. Jelenleg a teljes mezőnyben ez az élintés szabálytalan, és ismét egy horvát hibával ér véget a játszma. 25-10, 25-17 volt az első, 10 pedig a második. Magabiztos 2-0-ra vezet a Gödöllői Társaság. A két csere benn maradt a pályán a gödöllői oldalon, tehát Luther Liza irányít ebben a játszmában, vele átlóban Krieger Zsófia fog támadni. A két szélső ütőnk pedig maradt Németh Zsuzsi és Szakmári Gréta. Középen nem változtatott Ludwig Zsolt, Széles és Merkowski továbbra is. Csengeri helyett Szakmári készít elő. Csengeri a csere sarokban van, és még így is be tudom őt hozni a pályára. Ez bravúros Németh Zsuzsi, bravúros szervája következhet. Picit tempótlan, ütemtelen ez a visszatámadási kísérlet. 2-0-ra vezet ezzel a Gödöllő. 18 perc alatt végeztünk a második játszmában. Valahogy belekap. Még a libero úgy gondolta, hogy ez hosszú lesz, aztán megváltoztatta a döntését. Krieger Zsófi blokk nélkül üti el keresztbe. 3-0, magabiztosak a gödöllői lányok, ez az csajok. Németh Zsuzsi ismét. Ezúttal jó a nyitásfogadás, és behullik oda hátra, nehezen fogjuk, nem is tudunk belőle visszatámadni. Megszerzik az első pontjukat a vendége. Ott viszont kiosztanak egy blokkot Merkowskinak, pedig gyönyörűen fogadott Szakmári, aki ezen a mai mérkőzésen 75%-os pontossággal fogad, ami egy elég tekintélyes mutató, de Lékó Lilla sem panaszkodhat a maga 62%-ával, amin most azért egy picit rontott ezzel a rossz nyitásfogadással. Tulajdonképpen ketten fogadták végig ezt a mérkőzést eddig. Andelics, betakarjuk, de nagyon szépen hozzák vissza. Másodszor már nem tudnak reagálni Szakmári ütésére. Szóval remekül fogad Szakmári a mai napon, és úgy gondolom, hogy az egyik legjobb a gödöllői csapatban. Krieger Zsófi ér a hálóhoz sáncolási kísérlet közben. Ez azt jelenti, hogy jöhetnek a horvátok, és 4-4. Gyorsan elúszott az előny.
Szakmári egyébként a 8., ami a fogadók ranglistáját illeti a mezőnyben. Lékó Lilla pedig az 5. helyen áll. Lékó 34%-kal átlaggal, és Szakmári pedig 32%-os átlaggal. Hát a mai napon ezen azért egy picit kozmetikáznak. Ketten is indultak, két nagyon fiatal játékos, de aztán mind a kettő meggondolta magát. Hát úgy gondolom, hogy ez a társaság, ez a jövő csapata horvát oldalon. Két év múlva nagyon komoly játékerőt képviselhetnek, ha így együtt maradnak és megerősödnek. Csengeri viszont, aki ezúttal is Szakmári, már idén erős, és a sokadik pontját üti a mai mérkőzésen. Két játszma alatt ütött összesen 3-at, már 3 pontot, de már most ebben a játszmában 3-nál tart. És 8-4-nél mehetnek pihenőre a csapatok. Természetesen nem 3 pontot ütött eddig Szakmári Gréta, csak az első játszma utáni statisztikai lapot néztem. 4 pontnál jár két játszma után, és most már szerzett emellé még 3-at, tehát a neve mellett már 7 egység. A legjobb pontszerző eddig Gödöllői oldalon két játszma után Németh Zsuzsa, aki 60%-osra javította föl az 50%-os első szett utáni ütés hatékonyságát. Ráadásul 2 blokkpontot is hozott már a mai találkozó. A horvátok nagyon gyengén fogadnak. Minden 4. nyitásfogadások, minden 5. tulajdonképpen pontos. Így nagyon nehéz visszatámadni. Ezúttal átcsorog a blokkon a labda, nem is tudunk rá reagálni a mezőnyben. 8-5-re zárkoznak a horvátok, és a csapatkapitány Andelić érkezik a nyitáshoz, el is végzi. Lékó teszi be, egy leheletnyivel volt magasabb a kelleténél. Andelić ismét. Lékó ront. Lékó visszaesett. Gyerünk, csajok, ne hagyjuk magunkat. Ne kezdjünk el lazázni, mert itt még megüthetjük a bokánkat. 2-0-ra vezetünk ezt a játszmát kinkeservesen is, de meg kell csinálnunk. Lékó fogadása volt ezúttal is. Egy picit kellemetlen. Németh Zsuzsi a mezőnybe. Csengeri. Széles pörgeti át a másik Petra. Csengeri továbbra is, jelentem önöknek, a nyitó, illetve a csere zónában áldogál, nincs a pályán. Gréti nyitásával birkóznak a horvátok, majd elütik hosszan, megpróbálták Liza fölött betámadni ezt a labdát, hiszen a gödöllői Sáncot alkotó játékosok közül Luther Liza a legalacsonyabb, és érkezik a pályára 13-assal egy saját nevelésű játékos, Háfra Dominika. 95-ben született Háfra Domi, aki a junior csapat oszlopos tagja, jelenleg az MB2-es bajnokságban is részt vesz a korosztályával, valamint tagja még az országos ifjúsági kupán szereplő ifjúsági csapatnak is. Egy jó kombináció után Szakmári ront. Tízessel érkezik Vukasovics a nyitó sarokba. Ő még nem rontott szervát horvát oldalon. Ezúttal sem teszi, ez egy szép fogadás. Németh Zsuzsi átpörgeti. A visszatámadás nem jó. Kriegel és Szakmári egymásra vár. Hál' Istennek a labda
hosszú volt, így a 11. pont után Háfra Dominika forog hátra nyitni. Szép a nyitás, a néma csend várta a nyitását, majd egy tökéletes támadás befejezés a hosszú sarokba. Jöhetnek a horvátok, 11-9, csak két pont, mondom ezt, hogy csak, mert többnek kellene lennie. Out. Rontanak ismét a horvátok, 11-esel, Glavinic rontott. Ő volt a másik, aki még horvát oldalon kétszer után nem rontott nyitást, most már mindenki feliratkozott a nyitást rontók közé. Reméljük, Liza nem teszi ezt, nem, ő szervál egy kis hián ászértékűt, nem ért hozzá a lámpához a labda, Németh Zsuzsi beüti, rajta volt a vonalon, időt kérnek a horvátok, 13-9, és a horvát edző kikéri az idejét. Megpróbálja egy picit ferrázni csapatát. Nagyon fiatalok, még egyszer mondom, esetleg azok kedvéi, akik később kapcsolódtak be a Régió Plus televízió közvetítésébe, hogy serdülő korú játékosok alkotják ezt a felnőtt csapatot. Zömében, tehát a pályán lévő hat játékos közül négyen 16 évesek, vagy 15 évesek. Luther Liza szervája. Lékó Lilla nem tudta megtartani ezt a labdát maga mellett. Így 13-10-nél jöhetnek a horvátok. Liza a hátsó sorban, így három gödöllői ütő van elől. Lékó Lilla készít elő Krieger Zsófinak, aki kis hián beüti. Merkowski egy ejtéssel próbálkozik, majd elkapkodta ezt az akciót. Andel is támad vissza. És Kriegel a labda útja, de a horvátok ismét megállítják még a parketta előtt. Ez pedig kipattan a túloldalon. Így 13-11. Ismét egy picit javult a horvátok játéka. Akik az első játszma győzelemre hajtanak, hiszen nekik még abban sem volt részük az idei bajnokságban, és reméljük, hogy nem most lesz ebben előrelépés horvát oldalon, hiszen abban reménykedünk joggal, hogy 3-0-ra megnyerjük ezt a találkozót. Valahogy megtalálta a labda a kiutat a csőrengetegben. Szakmári ma szinte ellenállhatatlan. Németh Zsuzsi szervál. Ez viszont elakad. Valószínűleg magasabb csarnokhoz vannak hozzászokva a horvátok, hiszen nem az első labdájuk akadt el. Beszéljünk egy kicsit még egyszer a gödöllői csapat közel jövőjéről. A mai napon ugye a Splittet látjuk vendégül. Egy hét múlva, november 10-én Linzbe utazik a társaság. Majd egy hétre rá Pozsonyban vendégszereplünk. A következő hazai mérkőzésre november 24-én kerül sor, hogyha idejük engedi, látogassanak ki ide Gödöllőre, a Szent István Egyetem tornacsarnokába, a sportcsarnokába. Akkor a Bratislava, Slavia Bratislava csapatát fogadjuk szintén Pozsonyból, ami egy jó kis mérkőzés lehet.
egymás után három hazai mérkőzést játszik a gödöllői csapat a Közép-Európa Ligában. Egy érintés hibát fújnak. Horvát oldalon ezzel 17-11-re módosul a mérkőzés állása. Szóval két meccs idegenben, majd három meccs hazai pályán. És érkezik Hakl Szilvia, aki a BSE-től igazolt a gödöllői társasághoz az év elején. Ő is egy fiatal, 91-es születésű játékos. Ezúttal blokkban hibázunk. És 17-12-nél lecseréli játékosát a horvát edző, és érkezik nyitni Klarics Nikolina, aki ma még nem szervált. Nézzük, hogyan jeleskedik ebben a játékelemben. Nem túl jól. Hosszúra üti a labdát. Hakl Szilvi szervája viszont beesett volna. Alkarral tudnak csak visszatámadni. Háfradomi kapott lehetőséget. Még egyszer! Ezúttal sem sikerül pontot szereznie. Nem adja vissza neki Luther harmadszorra. Jöhetnek a horvátok. Ez ismét könnyű labda. Megpróbálja még egyszer. Nem, kiteszi a szélére. És ott a mondat vége. Szakmári. Ő teszi föl az íra a pontot ebben a labdamenetben, 19-12, és a második idejét is kikéri a horvát csapat. 7 pont az előny, és 6 pont kell a győzelemhez. A magyar bajnokságban a gödöllői csapat a rájátszásban fog majd bekapcsolódni. Akkor a legjobb 8 között az egyes sorszámot kapja a csapatunk, hiszen egyedüliként vállalta a Közép-Európa Ligában való szereplést. Ez azt jelenti, hogy végig a rájátszás során pályaelőnyt élvezhet majd a gödöllői társaság. Ott már páros mérkőzések zajlanak, ez azt jelenti, hogy oda-vissza vágó alapján dől el a továbbjutás. Az elején 2, majd 3 nyert mérkőzésig zajlik egy párharc, és így alakul ki a végén a bajnoki döntő párosítása. És reménykedünk abban, hogy a gödöllői társaság idén is, ahogy tavaly, bajnoki döntőt vív majd. Hakl Szilvi szervái borzolják ezúttal a kedélyeket horvát oldalon. 21-12, 9 van a két csapat között. Megmentik még valahogy a horvátok, és támadhatunk vissza. Nézzük, hát ha Háfra Domi kapja ezt a labdát, de nem, Krieger Zsófi szerez pontot. December 1-én egyébként Magyar Kupa mérkőzést is játszik majd a gödöllői csapat. A Diamant Kaposvári Egyetem csapatával kerültünk össze a Magyar Kupában, aminek december 1-én lesz az első mérkőzése. Tehát nem maradunk hazai mérkőzés hiány. 4 héten keresztül hazai mérkőzéseket láthat mindenki, aki kilátogat ide a gödöllői csarnokba. Háfra Domi megszerzi az első pontját. Nagyon szép volt. Nagyon nagy tapsot kap. Ő is feliratkozik a listára. És érkezik Hegedűs Anna, aki az első mérkőzésén már is szerepet kap. Így feladó nélkül marad egy rövid időre a gödöllői csapat, de ez minket nem zavar, hiszen nem kerül vissza a labda a mi térfelünkre,
Kedves nézőink, az önök szeme láttára a Gödöllői Röplabda klub csapata megnyeri az első mérkőzését az idei Közép-Európa Ligába, és 3-0-ra legyőzve a Splittet, ez azt jelenti, hogy 3 ponttal gazdagodunk abban a pillanatban, amint még 1 pontot szerez majd a csapat. 3 ponttal gazdagodunk, ezzel utolérjük a 4 pontos Bratislava, Doprastar Bratislava csapatát, a gyengébbik pozsonyi társaságot, és elindulunk egy úton felfele, remélhetőleg nem ez lesz az utolsó győzelmünk idén. Stílszerűen Szakmári Gréti fejezi be a labdamenetet és a mérkőzést. Így már hivatalosan mondhatom, hogy 3-0 arányban megnyerjük a mai mérkőzést. Ezzel elérjük az első nagy sikerünket a Közép-Európai Ligában. Reméljük, hogy ez csak az első győzelem volt, és láthat még ilyet mindenki, aki kilátogat ide Gödöllőre. Hiszen van ebben a csapatban még tartalék, nagyon szépen dolgoztak ma. A mai mérkőzés végeredménye tehát Teva, Gödöllői Röplabda Klub, Zog Split, Horvátországból 3-0. A játékosok megköszönik a helyi szurkolóknak a biztatást, majd megköszönik a pályamunkásoknak, a Gödöllői Röplabda Klub utánpótlás játékosainak azt, hogy szépen gurították és szedték a labdát és törölték a pályát, hogyha éppen arra volt szükség. Egy jó mérkőzést láthattunk, kedves nézők. Remélem kedvet kaptak ehhez a sportághoz, és vagy itt a helyszínen, vagy a közvetítésünk által nyomon követik majd a Gödöllői Röplabda Klub további mérkőzéseit. Legközelebb hazai mérkőzéssel a Közép-Európai Ligában november 24-én 18 órakor találkozhatnak itt a Gödöllői Sportcsarnokban. Köszönöm szépen a figyelmüket, Szabados Istvánt hallották.